Ribeszky Norbi bevállalta. Mi történik akkor, hogyha Máltán összeadjuk a Barátok közt fiatal macsóját egy feltörekvő és egy világhírű énekesnővel? Talán önök is rájöttek. Ribeszky Norbi, Tandy Flóra és Ira Loszkó különleges máltai klipforgatáson vett részt. Norbi és Flóra beavattak minket a forgatás kulisszáiba, és a fiatal színész azt is elárulta, hogy mi volt számára a legnehezebb feladat a forgatáson. Ilyen, amikor egy álom valóra válik. Tehát, hogy amikor én 2016-ban láttam a tévében, néztem, hogy úristen, ez a nő, ez baromi jól énekel, és nagyon tetszik ez az egész, akkor még nem gondoltam, hogy eltelik 2 év, és közös videóklipünk lesz. Az életben egy hűséges ember vagyok, viszont nyilván ezt kellett eljátszani, úgyhogy próbáltam ezt hozni. Reméljük sikerült. Oszkárdias alakítás volt. A Barátok közt sármos szereplője, Ribeszky Norbi nemrég a sorozat színfalain kívül is megcsillogtatta színészi tehetségét, méghozzá nem is akárhogyan. A máltai szupersztár Ira Loszkó és Miklós Erika felfedezettje Tandy Flóra közös dalához készült klipjében tűnik fel. Szerelmi háromszögbe keveredik a két énekesnővel, amely végül tragikus véget ér. Norbi elkísért minket a forgatásra, mert kellett nekünk egy nagyon jó képű férfi szereplő a klipben. De csak én értem rá. Nem lett megmutatva a klipben, hogy ők végeztek-e velem, de szerintem egyértelmű az, hogy rájöttek arra, hogy ilyen két vasat tartok a tűzben, és megbosszulták, úgyhogy innen is üzenem a férfi nézőknek, hogy ne tartsatok két vasat a tűzben, mert rossz vége lesz. Az angol nyelvű dalhoz készült videót gyönyörű környezetben, Málta tengerpartján forgatták 3 napon keresztül. Csók jelenettel indul a klip, de mielőtt Norbi rajongói elkeserednének, Flóra és Norbi csupán barátok. Egy közös barátjuk által találkoztak, és már a bemutatkozásnál biztosak voltak benne, hogy szeretnének együtt dolgozni. Én már úgy vártam ezt a jelenetet. Csak ezért kértél fel, tudtad. És csak ezért kértem fel a Norbi. Többször fel is vettük egyébként. Valami mindig elrontott, hogy jó, újra kell venni. Szerintem a legnehezebb része az volt, hogy nyilván nem tudtunk terepszemlézni, hanem az volt, hogy kimentünk, és az első napot szántuk rá arra. Úgyhogy úgy mentünk, hogy nem tudtuk, hogy mit hol fogunk forgatni, de hogy ezzel nem volt baj, túráztunk első nap egy nagyon nagyot, egy nagyon jót. A videoklip és a dal is azt tükrözi, hogy hogyan hoz össze két különböző nőtípust, ha ugyanabba a férfiba szeretnek bele. Bár a téma konfliktus forrás is lehetne, a Málta királynőjeként is emlegetett Ira kellemes csalódást okozott. Norbi első találkozása az énekesnővel pedig igazán emlékezetesre sikerült. Velünk abszolút nem éreztette ezt a sztárlétét, tehát hogy ő tényleg Máltánként a Madonna, tehát hogy őt a tenyerükön hordozzák, és amikor olyan jelenet volt például, hogy egy autó út tartott valameddig, és még sétálnunk kellett 30 percet, hogy leérjünk a tengerpartra, szó nélkül lesétálgatta velünk a gyönyörű estélyi ruhájába, a tornacipőbe. Az volt, hogy én elaludtam, ő jött a szállásra, már sminkelték, jöttem ki. Reggel nagyon kómás vagyok, az első fél óráról sose tudok. És fogtam a kis kávémat, ki akartam menni a friss levegőre, az erkélyre, és be volt csukva, csak üveges ajtó volt. Telibe neki mentem kávéval, meg arccal. Úgyhogy így jól bemutatkoztam. Ott azon nyomon oldódott a hangulat. De nem sokáig volt ilyen felhőtlen a hangulat. Norbi a vizes jeleneteknél pánikrohamot kapott, és ez megnehezítette a forgatást. Az a baj, hogy én nagyon félek a mélyvizektől, a cápáktól, mindentől. És amint bementem egyedül, egyre jobban elkezdtem pánikolni. És a végére már annyira, hogy így ledugtam a fejem a vízbe, rögtön kiszedtem, hogy nem bírok lennmaradni, hadd jöjjek ki, nem érem, de csak van már hasznos. Szerencsére 2 napra osztották a vizes forgatásokat. Norbi körülbelül 1 órát töltött a vízben a jelenet kedvéért, és a második napon már egy búvár figyelt a testi és lelki épségére. Tényleg nagyon hideg volt neki a víz, és amikor éppen optikát cseréltek, vagy bármi kiszaladt, és mondta, hogy anyukám mindig azt mondta, amikor kisfiú voltam, hogy guggoljak 10-et, és nem fogok fázni, és hát elkezdett guggolni, jó, most jó, mehetünk vissza, annyira cuki volt.
Ira Loscur Jason Derulóval készített dalt a futballvilágbajnokságra, pár nappal később pedig már a magyar stábbal dolgozott együtt. Flóra sem unatkozik, ha újabb közös munkáról van szó. Következő projektjeként a belga énekesnővel Lara Fabiannal szeretne együtt dolgozni. És bár Norbi és Flóra zenei stílusa távol áll egymástól, az sem kizárt, hogy hamarosan közös dallal jelentkeznek. Te dalszöveget még írhatsz nekem. Azt még ír, igen, igen, szívesen. Hát akkor ezt most meg is ígértem.